Üdvillő módon mindenkinek, ez itt a Szélpercek 5. adása. Bizony, már el is telt a február hónap, 28-a este van, úgyhogy hamarosan óra leolvasás következik. Nagyon-nagyon szép hónapot zártunk egyébként. Én számítottam egyébként arra, hogy gyakorlatilag ugye, mivel hogy nyullik a nap, emelkedik a napnak a szöge, stb., jó beesési szög, ugye hideg levegő, stb. Jó termelésünk lesz, de ennyire jó termelésre nem számítottam technikailag. Kaptunk szelet, kaptunk havat, kaptunk napot, kaptunk mindent gyakorlatilag. Egy dolog tény az én lapos tetőmről, ha nem seprem le a havat, akkor gyakorlatilag az rajta marad még akár másfél-két hétig is, mindenféle gond nélkül. Ezt most nagyon-nagyon jól megtapasztaltam. Ugyebár a eseteknek a elég nagy százalékában mindig résen vagyok, és leszoktam ugye seperni a havat, amikor még az leseperhető. Most, amikor kaptuk a havat, gyakorlatilag én elkapott egy ilyen kis betegség, ami által nem igazán volt kedvem felkelni se az ágyból, nemhogy még itt havat sepregetni a tetőn. Éppen ezért gyönyörűségesen meg is olvadt, ami azt jelenti, hogy egy kicsit így megrogyott, és akkor valahogy középen odafagyott egy az egybe, na onnantól kezdve az nem akart menni sehova se. Természetesen termelés az nulla, azaz nulla volt. Ugye a meredekebb stringekről egyébként lecsúszkált a hó, de a többi helyről semmi az égvilágon. Tehát, mint hogyha nem is lett volna jelen a napelem egyáltalán, tehát ilyen milliamperek jöttek be. Végülis van nagy jelentősége nem volt neki, mert gyakorlatilag ugye nem is voltam itt, tehát nem is dolgoztam. Annyira nagyon nem hiányzott akkor a villany se. Viszont ugye ez egy nagyon nagy tanulság, hogy ha nem sepred le, az odafagyik, mint a veszedelem. Pedig mindig ezt szokták nekem mondani, hogy hagyjad elolvad az 5 perc múlva. Aha, 2 hét múlva még mindig nem volt elolvadva egyébként, úgyhogy gyakorlatilag technikailag nagyon-nagyon szép időnk volt, tehát ilyen több napos napsütések voltak egy húzamba, és lehetett volna az, hogy tényleg elolvadjon, de mégse olvadt el. Na, ennek ellenére egyébként ugye felmentem gyönyörűségesen, és akkor seprűnyéllel, hólapáttal, stb. Mindennel, amivel értem, szépen stringenként kitakartam. Hát ilyen napról napra, minden nap egy stringet gyakorlatilag. Amiután már felépültem ugye annyira, hogy meg már vettem a bátorságot, és akkor elkezdtem újra dolgozni. Ugye bár igen, hát mennyire, de a munka az első, igaz? Hát hogy ne, de hogy takarjuk ki a napelemeket, legyen valami termelés, és akkor közben majd dolgozunk is. A lapátokat még egyelőre még mindig nem vágtam ki, természetesen várják a kis sorukat, viszont Sándor meg közben nagyban kísérletezik különböző olyan lapátokkal, amivel még eddig nem kísérletezett, egyébként videót is tett fel. Egy linket majd elhelyezek a leírásba, aki esetleg kíváncsi a technikára. Mondjuk nagyon-nagyon irigylem tőle egyébként azt a csörlős leengedési módszert, ugyanis hát nekem nem ilyen módszerem van per pillanat, bár még lekopizhatjuk, hogyha nagyon ügyesek vagyunk, szerintem el fogunk érni arra szintre is, nagy valószínűséggel valamikor. Most egy kicsit még játszunk, kísérletezünk itt, hogy mit tudunk ebből kihozni. Mármint ezt a lapátszettet, ezt tudjuk, hogy mit hoztál, ezzel tisztában vagyunk, de egy másik lapátszettel is, hogy lássuk, hogy esetleg nagyobb pörgést tudunk elérni, vagy sem. Egyébként nagyon szépek egy pörgött, megkísérlek bevágni ide jobbra-balra valami kis videókat, amiket így rögzítettem menet közben, mert azért jöttek szép eredmények is, jöttek gyengébbek is, a hókusz-fókusszal működik természetesen csak nekem gyakorlatilag. A hókusz-fókusz nélkül hiába hagytam forogni, úgy egy helybe forgott, és az ilyen 22 volt kiért belőle, és így kész, és így több nem jött. Tehát a töltővárakból soha nem alakult volna ki semmi, így a hókusz-fókusz segítségével viszont tökéletesen töltővárakból már tudtuk alakítani a kisebb mozgásokat is, és a nagyobb mozgásokat is. Ez meg is fog látszani egyébként az eredményeken, mert azért nem olyan rossz, nem olyan. Hát nem mondom azt, hogy húha, de nagyon el vagyunk szállva, tüllemostoztam, mennyi sokat termelt, de valamit termelt. És bizony sok kicsi sokra megy. Vagy mondhatnám a másik mondást, aki a kicsit nem becsüli, az a nagyot nem érdemli. Becsüljük az összes kis vattórákat. Fontos dolog ez, hogy így
rendben van. Egyébként ez a februári hónap, ez már úgy telt, hogy nagyon minimálisan használtuk a hálózatot, szóval tiszta szigetbe mentünk 100%-osan mondhatni, néhány kiló volt mindösszesen, ami a hálózatból jött. Ez gyakorlatilag szerintem azokon a napokon volt, amikor itt pontbeteg voltam, mert akkor ugye napelem nem volt, kiletakarissa nem volt, és akkor hálózatról ketyegett itt szépen a műhely. A 48-as az nem kapott hálózat egyáltalán, valahogy az elmond gyakorlatilag. És egyébként így, ahogy megtapasztaltuk ezt a dolgot, hogy volt nagyon szép napos időnk, és volt csúnya felleges időnk is, ezzel a 10 kW-tal el lehetett azt érni egyébként, hogy egy ilyen rosszabb felleges időben is kilowatt forma kijött belőle, ami már azt tudja eredményezni, hogy egyébként egy klimát már mindenféle gond nélkül elvész, és akkor attól függően, hogy milyen a klimánk, azaz, hogy hűtésre vagy fűtésre van tervezve, esetleg ilyen hibrid, mint az enyém, hogy ilyen csinál ez mindent, akkor, és talán szerencsénk is van, akkor 5 fok felett egész jó hatásfokkal fűtöget. Ha süt a nap, akkor meg nincs gond, akkor térdig járunk a villanyba szó szerint. Na, pedig én most elég sokat sütött a nap, úgyhogy én nem is kínosztam nagyon a klimát, hogy ott fagyjon lefele meg minden, hanem merettük itt a hősösi verkeményen. De volt miből, tehát természetesen ez a lényeg, mindig ez a lényeg egyébként, hogy ha van miből, ha nincs miből, akkor természetesen napos forrolni kell. Úgyhogy hamarosan ki fogom én is vágni majd a kis lapátjaimat, én is elkezdek majd kísérletezni, akkor ár meg más annak is lemennek a kísérletei gyakorlatilag, hogy mit hol az új lapátszettje, mert azért így elég sokra jutott már vele gyakorlatilag. Tehát én láttam az első pillanattól kezdve egyébként, hogy mit alkotott. Azóta már egy kicsit így javírgatta, centírozgatta, mit tudom, mert a centírozástól nagyon messze vagyok egyébként, de forog. Maradjunk annyiban, hogy forog és termel. Teszi a dolgát. Ez mindenképpen egy nagyon-nagyon jó kis tulajdonsága neki. Annak ellenére, hogy kezdetleges, nem jó semmi gyakorlatilag, na ez van, kész. Ja, egyébként ugye menet közben a 48 voltos rendszernek is egy bizonyos részeit kezdem így fejleszgetni, és kezdem így az új teszteket én is így elvégezni, a már az új kitalált per elméletben leellenőrzött módszerekkel. Na meg persze itt a háttérben a 24 voltos rendszer ezzel a módszerrel már jól össze tud dolgozni. Gondolok itt arra, hogy ugye összekötöttem a savast a lítium-ionnal, ez több éve így dolgozik, és mindenféle gond nélkül működik. Tehát ilyen nem is kell ellenőrizni, nem kell bántani. Ezt csak használni kell érzéssel szépen csendben. Azt azért nézni kell, hogy azért nem erissük le a végtelenségig, de reménykedem benne, hogy most már olyan hónapok fognak jönni, hogy a napsütéses órák száma most már olyan lesz, hogy nem lesz ilyen gond, hogy lemerül, meg itt tudom én. Remélhetőleg már annyi hó nem fog esni, hogy alapvetően nekünk betakarjunk több napra bennünket, megint csak, hogy lemerüljünk, és a 48 voltos rendszert is hasonlóan akarom kivitelezni mindezt. Na hát ott kicsit másképp kell eljárni, ott másabbak a feszültség különbségek, úgyhogy ott több diódát alkalmaztam, de majd mindjárt meg fogom azt is mutatni, hogy hol tartunk. Nos, föl van vezetve itt minden gyakorlatilag, én azt mondom, hogy kezdjünk akkor Paks 1-jel. Kérem szépen, itt van az érték. 2529 volt a januári hónap, most februárban az előbb, amit leolvastam egyébként, az 2677. Itt van az óra is egyébként, hogy látszódjon. Reméljük, hogy oda is fókuszált. Én nem tudom, úgy tükröződik, mint a veszedelem. Lényegében ez egy 148 kWh akciót hozott a háztetőn lévő vékony réteg szemét. Természetesen ez egy ilyen, hát közel 3 kW-os kis stringecske akar lenni. Lássuk akkor a Paks 2-t. Ott ugyebár esetünkben a leolvasott érték 9962 és 2190 az a hálózati oldali villanyóra. Természetesen ezt is visszaellenőrizzük. Vajon látszik-e? Annyira nagyon rosszul látszik, hogy nagyon rosszul látszik. Reménykedem benne, hogy látszik valami a képen. 2189, amit 90-re kerekítettem, és az alsó érték, az pedig 9962.
Na hát ezt hozta a februári hónap, ami egyébként egy 167 kWh-s termelésnek felel meg. Ugye ez valamivel több, mint 3 kW napelem. Természetesen itt másabb a dolog, mint a másiknál, ugyanis a Paks 1 esetében a fűtést hivatott a rendszer elhajtani, azaz folyamatosan tud pörögni a villanyóra, amennyiben van napsütés, és amennyiben nem túl forró a víz, hogy kikapcsoljon a termosztát. Per pillanat is nagyon-nagyon kellemes a hőfokunk, 65 fok, lenti részben 54 fok. Nem volt egy olyan nagyon szép napos napunk a mai napon, de határeset maradjunk annyiba. Másik oldalt ugye 167 kW, és természetesen a sárga oltár, ugye már bevezettük ezt is, a hármas blokkot, hogy lássuk akkor, hogy hány perc, 5 perc, legutolsó leolvasott érték 6,73, a mostani érték 8,95. Ez bizony 222 kWh-t eredményez, és ott van a óra, remélem, hogy látszik. 895,8. Kerekítettem itt is természetesen. Hát szép, nagyon-nagyon szép. És akkor jöjjön a várva várt szél. Gyakorlatilag ugye átálltunk a hókusz-pókuszra. És na ez az óra, ez most szépen látszik. 1110 wattórán áll per pillanat. Legutolsó leolvasott értékünk 575 wattórát termelt nekünk a február. Ezzel a lapáttal, ami nem tökéletes erre a motorra, generátorra, dinamóra, nevezd ahogy akarod, nem bánom. Akárhogy veszük, ez egy fél kilowattóra, ami hasznosan elhasználódott. Ugyanis amit ő ide bead, az bemegy a 24 voltos rendszerbe, amit aztán az automatika gyönyörűségesen kivezérel, és a hősisiken keresztül fűt. Hát ez egy nagyon-nagyon fergetegesen jó dolognak mondható. Pici modernizálás történt a hármas blokk terén is, ugye a sárga oltárnál. Konkrétan volt nekem itt egy szabad biztosíték helyem, ide behoztam a minuszt, tehát most már itt le tudom szakaszolni az inverter előtt a zakukat teljes mértékig. Egy 50 amperes biztosíték került be a lítium-ion felől, és egy másik 50 amperes van ugye a savas felől. Bekerült ide egy ilyen, hát nem is tudom, valaki írta nekem, hogy ilyen kombinér box kéne nekem. Hát, na itt van, itt a kombinér box. DC biztosító, 20 amperes. Bőség zavara, azért nem nagyon kellene itt se 20 ampert ütőbbet bevinni, semmi szín alatt sem, egyébként per pillanat 52,8 volton áll a savas oldal, 54,3 volton a lítium oldal. Ugye van egy 500 amperórás savas agupakkunk, és van egy megközelítőleg 250 amperórás lítium-ion agupakkunk, ami 14-es. Nagyon-nagyon fontos. És ugye a szekrénybe, hát mutattam már egyszer valamikor, hogy mi van itt bent. Hát még egyenlőre ilyen nagyon-nagyon készülő félbe van az egész mindenség, ilyen 31 amperórás kis 14-es csomagok foglalnak helyet. Kivétel ezt az egyet, ez nem ide készült, hanem máshova, de per pillanat, két cellával kevesebb csak egyébként. Per pillanat még ott nincs használva, addig itt elfér, míg elkészítem a többit. Ugyebár gyakorlatilag itt is teljes szakaszolhatóságunk van, kihajtható ez a rész, és amúgy látható gyakorlatilag az egyik nagy diódánk, és fent még kettő dióda, remélem, hogy látszik. Tehát, hát így biztos jobban látszik az egész mindenség. És akkor lássuk akkor, hogy... Tehát odalent foglal helyet a nagy diódánk, sorba egy kisebb dióda, és még egy kisebb dióda. Technikailag három diódán keresztül csatlakozik per pillanat a savasakúhoz a lítium-ion. Ez már egészen jónak látszik egyébként. Ez itt a blokk diagram, hogy mégis mi is van itt összekötve. Ugyebár van egy 48 voltos savas akupakkunk,
ami 500 amperórás, és van egy lítium-ion akupakkunk, ami 250 amperórás megközelítőleg 14-es verzióba, és ugye felrajzoltam ide néhány diódát, hogy 3 dióda kiirányba, 1 dióda beirányba. Természetesen az egy dióda beirányba nálam még egyenlőre nincs, én egy külön töltésvezérlővel töltöm még a szekrényt, úgymond, vagy a lítium-ion garnitúrát. Úgyhogy én ezt még nem alkalmazom, és szerintem nem is fogom alkalmazni, én külön töltésvezérlőt fogok tenni egyébként a lítium-ionra is nagy valószínűséggel. De ezt még majd a jövő eldönti egyébként, hogy pontosan mi lesz, meg hogy hogy lesz, mert még itt nagyon-nagyon sok tervem van, amit én még meg akarok nézni, kísérletezni, megtapasztalni, de technikailag így ez a kettő, ez már így egész jól működget, és akkor ugye, hogy Kriszpé úrnak is kedvezzünk egy kicsit, 24 kWh bruttó, itt pedig len 12 kWh bruttó. Természetesen mindet nem lehet elhasználni egyikből sem, mert az ugye az akuknak a rovására menne, főleg a savas részlegnek. Tehát egy olyan 30%-át lehet biztonsággal kivenni ennek a 24 kW-nak, ennek meg egy ilyen 50%-át körülbelül. Soha nincs teljesen teletöltve, csak 4 volt per celláig töltöm a cellákat, ami azt jelenti, hogy én 80%-ig töltöm, és ilyen maximum 30%-ig merítem őket. És akkor ez így hosszú élettartamban fog működni, ugyanúgy, pont mint a 24 voltos rendszer esetén, hogy megbízhatóan teszi a dolgát, és nincs vele probléma. Konkrétan az a néhány kilowatt, ami a hálózatból jött, az a nagyon-nagyon rossz napokon jött, akkor kellett egyébként begyújtani is. Azóta meg teljesen szigetbe megy az egész mindenség. Ha tetszett a videó, akkor... Ha nem tetszett a videó, akkor... Vagy tudod mit? Bármit tehet el. Te dolgod, rád van bízva. Nem kötelező itt semmit se. Következő videóig is. Na csá!